Üdvözlöm tisztelt nézőinket a Lólépésben, Sak magazinban. Varga Péter, nemzetközi mester, nagymester, műsorvezető társammal szeretnénk ön, önöknek beszámolni a Nemzeti Csapatbajnokság végső eredményeiről. Az előző adásunkban részleteztük, hogy mi volt a megyei csapatbajnokság első osztályának a végeredménye, milyen eredmények voltak. Elmeséltük, hogy az MB2 küzdelmeiben milyen tragikus körülmények között maradt le a Nyíregyházi Sportcentrum, a, a, bronzéremről. Nem csak az NB2-ben voltak küzdelmek, hanem ugyanezen a napon Budapesten egy helyen zajlottak az NB1-nek a befejező fordulói is. Május 5-én és május 6-án Budapesten a Benzúr Hotelben került sor az NB1 utolsó két fordulójára, rendkívül látványos körülmények között. A nézők megkérdezhetik, hogy ugyan mi lehet a sakban a látványosság. Én azt szoktam mondani, hogy a sakk olyan, mint a komoly zene, érteni kell egy bizonyos szinten hozzá, hogy értékelni tudjuk, mert tartalmilag, tartalmilag legalább akkora élmény nyújt a hozzáértőknek, hanem többet, mint más sportág. Tehát vannak látványos sportágak, amelyek népszerűek, és nem is kívánok most sportágat megnevezni, aki a sakhoz ért, az a legjobbak küzdelmét legalább annyira élvezi, mint egy... Ő más sportágnak a mérkőzését. Nos, a magyar NB1 milyen? Én kimerem jelenteni, hogy a magyar NB1 világszínvonalú, és olyan szervezet, ami a világban szinte szokatlan. Szokatlan azért, mert a magyar nemzeti bajnokság első vonala előre meghatározott játéknapokon több hetenként zajlik egy-egy Csapatbajnoki mérkőzés, szinte mindig vasárnapi napon, még pénzügyi okokból máshol, a tőlünk jóval gazdagabb nyugat-európai államokban például egy-egy hosszú hétvégén zajlik le, három-négy forduló Péter, te ezt nagyon jól tudod, hiszen nagyon sokat játszottál például Franciaországban versenyeken, illetve a, a, a csapatbajnokságban. Nos, az, hogy Magyarországon vasárnaponként évente előre meghatározott 11 játéknapon vannak a fordulók, az azért óriási jelentőségű, mert a profiknak, hiszen itt igazán vérprofi sakkozók vannak, alkalmuk nyílik hetekig készülni a várható ellenfélre, míg olyan mondjuk német vagy francia csapatbajnoki rendszerben, ahol ahol egy hosszú hétvégén több forduló lebonyolítására kerül sor, az ellenfelekre gyakorlatilag lehetetlen készülni. Emlékszem, hogy 20-25 évvel ezelőtt a magyar Pintér József nagymester, sokszoros olimpikon, olimpiai érmes, két nap alatt játszott a világ két legjobbjával, Anatoli Karpovval és Gari Kasparovval, és Pintér Jobbko elmesélte, hogy hogy, hogy igazából egyikükre sem tudott igazából készülni, hiszen aznap reggeli teljesen váratlan volt, hogy anatoli karpó fog-e játszani vagy sem kis kitérő, de azért büszkeséggel jegyzem meg, hogy Pintér József Gari Kasparó világbajnok kinna keservel, szerencsével tudta kitartani döntetlenre, mi Karpov ellen viszont Pintér nagymester küzdött a döntetlenért, de eredményesen. Szóval visszatérve a magyar NB1 küzdelmeihez, a magyar NB1 nem csak ezért, ezen szervezeti megoldás miatt igazán színvonalas, hanem azért is, mert a sakkban igazi világsztárok vannak a csapatokban. Az első helyet az Aquaprofit, a nagy, az Aquaprofit zalegelszegi csapata szerezte meg, hát, vagyis bocsánat, nagykanizsai, nagykanizsai, nagykanizsai csapata. A nagykanizsai csapatban ilyenek, ilyen nevek szerepeltek az erősorrendéve, mint hogy Vispánátán Anand, aki 1995 óta világbajnok jelölt, sok évig volt világbajnok, sok évig volt a világ legjobb sakkozója, a második, harmadik legjobban tartozik valahány éve. Akkor ilyenek, mint a világbajnok jelölt volt, Alexei Sirova lett nagymester, aki, aki, szintén volt szovjet válogatott, és, és felsorolni is nehéz a, a kiváló címeit. Arkadi Najdics, aki szintén igen híres világsztár, világbajnok jelölt, vagy éppen nem említhetném Volokityint, említhetném az ukrán olimpiai bajnok Jefimenko Zahart, aki még ifi korában, fiatal korában Nyíregyházán a Nyírségi Tornán is megfordult értékszám nélküliként. Itt szerzett a Nyírségi Tornán értékszámot. Lám milyen jó verseny a Nyírségi Torna, hiszen aki itt uh, mutatkozik be a nemzetközi porondon, még akár olimpiai bajnok is lehet, de hát ez már <laughs> nem feltétlenül. A második helyen a DVTK végzett, amelynek első tábláján játszott a magyar Almási Zoltán. A tisztelt nézőknek nem biztos, hogy nagyon sokat mond de ez a név a sakkozóknak, a szakmabelieknek nagyon sokat mond. Almási Zoltán az a magyar nagymester, aki az utóbbi 25 évben az első három közé tartozott a magyar ranglistán, hol ő volt a legmagasabb értékszámú sakkozó, hol Lékó Péter, hol Polgár Gyurit, illetve mostanában még van, amikor megelőzi őt a fiatal tehetség Rapport Rihárd. Mindenesetre az, hogy Almási Zoltán játszott az első táblán a DVTK-ban, ez azt hiszem egy, egy óriási dolog, hogy a legjobb, vagy az egyik, vagy a második legjobb magyar sakkozó játszott a DVTK ezüstérmes csapatában, de hát játszott ott ilyen név is, mint Juri Krivorucskó, aki szintén világsztár, és említhetném tovább. Szóval én azt szerettem volna elmondani a tisztelt nézőknek, hogy a Magyar Sak Nemzeti Csapatbajnokság első osztályában igazi világsztárok is játszottak, világsztárok is szerepeltek, és igen-igen magas színvonalú volt a küzdelem. Remélem, ha időnk engedi, akkor bemutatunk az NB1-ben vívott partik közül is néhány tanulságosat. De ígéretünkhöz híven szeretnénk folytatni a megye csapat, legjobb NB2-es csapatai, legjobb pontszerzőinek a, a sakművészetét, azokat szeretnénk bemutatni. Péter, melyik partival szeretnéd folytatni? Mindenképp Tisza Vasfári egyik legjobb pontszerzőnek a a partijával, Lengyel Lászlónak a partijával szeretném folytatni, de még mielőtte rátérnénk. Az MB 1 hez egy kicsi kis uh, uh, hozzáfűzni valóm lenne. Ugye ezzel, hogy egy forduló van, ez uh, gyakorlatilag uh, ugye nagyon elhúzódik így. olyan hasonlóan, mint a foci bajnokság, ugye őszi-tavaszi szezonnal uh, van megrendezve ez a bajnokságunk, ugye ez a profi játékosoknak nem olyan egyszerű, ugye 11 hétvégét, vagy ugye NB1-ben 9 hétvégét, ugye most így, hogy dupla forduló van, tehát így alapból, ugye meg az első... Ennyi uh... utazást jelent ennyi a profi utazást ]nak. jelent, uh, és nagyon elfoglaltak ezek a játékosok, de világszintű játékosok játszanak itt a magyar bajnokságban, tehát ugye leült most a hétvégén Rapporti Hárd is, aki jelenleg a legjobb magyar játékos, élő alapján, élő pont alapján, ugye játszott Almási Zoltán, ugye akit azért igazolták a Diós Győri csapatba, hogy titkoltan bajnoki cím, címet szerezzenek idén, vagy ugye legalábbis megpróbálják megszerezni. Ugye a Nagy Kanizsa ugye talán most a tizediket, tizedik bajnoki címét szerezte Zsinórban, vagy a tizenegyediket, azt most nem tudom pontosan, de ugye alkodó egy évtizede, nagyon nehéz, volt őket onnan ugye letaszítani, és most se sikerült. Ugye van egy nagyon erős csapatunk, ugye az Ase Paks, ahol, ahol szintén válogatottak, játszanak Berkes Ferenc, ugye olimpiai ezüstérmes Ács Péter, és nagyon-nagyon jó Ifjúsági külf... világbajnok volt Ács Péter. Tehát nagyon, nagyon jó külföldi játékosaik is vannak, ők mindig érmes helyen végeznek, második, harmadik helyen, de a Diós nagyon-nagyon megerősödött csapat, látszik az egyértelmű, szisztematikus munka, hogy, hogy hogyan szeretnének bajnokok lenni. Idén jó esélyük volt, az első fordulóban ugye a pont pontszámításnak köszönhetően ugye gyakorlatilag elvesztették a sanszukat, mert elvesztették a rangodót a nagykanizsa ellen, de utána a paks meglepetése megverte a nagykanizsát, tehát holt verseny alakult ki az első három csapat között, tehát nagyon izgalmas volt, de a pontszámok úgymond a gól a az a nagykanizsának volt a legjobb, úgyhogy egy hihetetlen színvonalas, izgalmas mb 1 en vagyunk túl, ami, ami én úgy gondolom, hogy egyértelműen magyarsaknak a az előrevitelét szolgálja. És akkor térjünk rá a Partikra. Nézzük, hogy a már sokszor bemutatott lengyel Laci hogyan játszott a mostani Partiban. Tehát Lengyel László Sötét játszott, Horváth Péter ellen, ugye az MB2 Barca csoportjában játszott, szirma Besenyű ellen ugye a Tiszavasvári, nem, nem is tudom, hogy melyik talán 8. vagy 9. fordulóból van ez a parti. Egy nagyon jó és kifejezetten jól játszott partit fogunk látni, egységes, sem vezetett játszmát. e 4 nyitott világos, D6-tal folytatta fekete, D4-gyel ugye centrumot elfoglalta fehér, Huszár f 6 ugye támadta. És egy, e kicsit mellékváltozat, ugye egy 20 c 3 a főváltozat, egy futó D3-mal játszott világos, és erre következett E5, ami egy elég jó terv, ez az értelme, hogy azonnal a centrumot megtámadja. Ugye ha leüti, akkor a futónak nyílik az átlója. A sötét mezelyű futónak. A sötét mezelyű futónak, ami C5-re érkezhetne, ugye D5-tel inkább zárva tartotta a centrumot fehér, Viszont zárva marad a világos mezőjű futója Igen, is. És viszont azt ki is fogják szedni, ugye huszár B, D7 uh, után, majd huszár C5-re fog következni, és az E4-et támadják, de előbb a futó E7-tel kifejlődött uh, fekete, ugye ez, hogy futó G5-tel ne kössék le, meg egy kis taktika legyen ott, ugye. Uh, a futó G5-re huszárüti D5, D5 lehetséges, és ugye az egy elég szép gyalognyerés. C4 következett, amire elsáncolt. A kete. és H3-nak ugye az az értelme, hogy Huszár F3 után a futót ne tudja kirakni G4-re, sötét. Huszár BD7 következett, amire Huszár C3 jött, és Huszár C5-re, itt úgy gondolom, ez egy normális logikus felállás, Huszár C5 után ugye támadja a futót, az E4 gyalogot, én biztos, hogy futó C2-t léptem volna, és azzal a tervel, utána 20 F3 futó E3 kifejlődök. Tehát szerintem ez a legjobb lépés. Futó c 2 egy A5-tel a cél lovatot be, e, megpróbálják ugye ott bebetonozni, de ez a futó, ez nagyon sokszor jó szolgálatot szokott tenni. A b 4 én úgy gondolom, egy kicsit pontatlan és nem jó lépés. Következett B4, amire 20 üti D3. Érdekes, mondjuk irányindiai védelemben amikor is a sötét futó nem eheten van, hanem géheten, olyankor viszont jó, hogyha leütik világosnak a világos mezőjű futóját, mert az a rossz futó, a tematikus rossz futó. Igen, igen. Csak azt most más, tudom. egy kicsivel más a szerkezet. Igen, és ugye azonnal bele tudnak kötni a fehér állásába, és ugye még nem fejlődött ki, a 20 f 3 on lenne, vagy a futó E3-on, akkor fehér egy picit jobban állna. Ez még egy kicsit túl korai ez a b 4 úgy gondolom. Nem, nem, nem biztos, hogy hiba, de hogy pontatlan, az biztos vezérüti D3-mal ugye visszaütötte világos ezt a lovat. Tehát, Én valószínűleg A5-öt léptem volna, és azonnal belekötöttem igen, volna. Igen, sötét elsáncolt már két könnyű tisztje kifejlődve világosnak csak egy is a vezére, ami nem mindig a legjobb, el sáncolva, tehát ezek a gyalog lépések, ezek, ezek, hát igen, az A5 az... az... Igen. Hát ott valószínűleg, ha B5 ugye, akkor elmerevedik, nincs A3, ugye, igen. ha meg B üti, a Báscsüti meg 8 visszakozás a gyalog tehát, igen. ha le van szár, zárva a vezérszány, akkor sötét szabad kezet kap a király És akkor már is világosnak kell védekeznie. Igen, hát most itt ugye C6, ez lépés, ugye az azért nem, hogy nyitja a centrumot, meg a vezérnek is az átlóját, tehát ez is egy típus motivum, típus terv, amire futó E3 következett. Hát igen, az a vezér b egy, egy, tematikus lépés lehet. C5-i ugye kinyitotta, centrumot, vagyis hát próbálta, c 5 d után visszaütött világos a C gyalogjával, c 5 d c 5 d következett, amire futó D7-tel ugye kifejlődött, fekete ugye az utolsó futóját is, Huszár G-ről E2-re ment, én lehet, ez se rossz, de Huszár F3 D2 is egy típus terv, és ugye esetleg C4-re vagy B3-ra megy onnan a ló, tehát az a másik terv. Ez a, ez, ugye ez a huszár GE2-nek az az értelme, hogy G4 Huszár G3 és F5 ellen akar f akar játszani. Most Fekete ugye ez ellen próbált megjátszani, és Huszár h 5 lépett, Ugye, aminek az volt az értelme, hogy az F4 pont felé akár még gyalogáldozatárán is ugye beáldozza. G4 következett, amire én úgy gondolom, hogy valószínűleg a legjobb lépés 23 F4-jel amúgy beáldozni azt a gyalogot, Huszár F4-jel, üti f 4 futó F4-jel, utána vagy futó F6, vagy futó G5-tel jönni. 20 F6 sem rossz lépés, egy kicsit talán passzívabb. Huszár G3 következett, amire jött G6, és erre következett F3. Ugye a terv adott H4, H5, és ott a H vonalat kinyitni. ugye. És veszélyes most terv. Igen, ez a veszélyes terv. Na most következett ugye az agyaloggal, ugye a 5 lépett fekete, és ugye most bontotta meg a vezérszárnyat, ugye B5-tel be kellett ezt uh, tolni. Hát sok volt világos részéről a gyaloglépés, nem tisztázta a király helyzetét, a 5 nem lehetett A3-at húzni. És ugye most jött a 20 E8, a típus motivum, hogy a terv húszár G7 és f 5 tel belekötni, ezért hiányzik ez a D3 futó uh -huh. ugye ebből az állásból, mert ugye az az F5-ös szokta ilyenkor akadályozni. Na most ugye <coughs> megint nehéz, mert ugye nincs idő H4-re, mert azt a futó leüti. Ugye most egy picit meg a megakadt a fehér játéka, hogy hol is játszon. Én valószínűleg amúgy ettől függetlenül 20-ra a 4 20 b 6 tal átmentem volna a vezérszányra, és mindenképp ott játszottam volna. Egy másik ötlet pedig, ugye, ami itt szokott lenni, hogy a 4 jel ugye bármilyen furcsa, ugye lezárjuk azt, és hosszú sánccal a fehér, aminek az az értelme, hogy ugye ott nem nagyon tud belekötni a király Cévon C-vonal az kevés, mert király B2, Bástya C1-jel ugye semlegesítem a C-vonalat, tehát én erre gondolnék, hogy ez lenne talán itt a legjobb lépés. Igen, és a déhagyaló miatt a sötét mezőkön nem tud sötét behatolni. Igen. Hát az jött... esetben meg ugye f re ha akkor, akkor Hatt ugye g f -e kinyílhat a G-vonal, és akkor meg világos kaphat ellenjátékot Igen. a kinyíló G-vonalon. Nagyon jó terv. Ja, a négyet lépte fehér, amúgy ez nem volt egy rossz ötlet, futó H4 következett, ugye kötés, futó F2, és ugye f 5 ugye fekete bele kötött ebbe a királyszárba. Most itt azért nehéz jó tervet találni, mert hosszú sánc lenne a jó, de a F4, és nem tud jól elugrani az a huszár. Úgyhogy ezért itt most, hát nehéz itt jó tervet kitalálni. Nem is tudom, hogy mi lenne a legjobb ebben az állásban. talán talán bástya H2, hogy megvédjük az F2 futót, tehát én erre tudnék gondolni kinyílik az f-vonal a sötét bástyának. Igen, de akkor talán ott, hát akkor meg lehet, hogy vezér g jönne, és akkor nem engedi Igen. hosszú. Tehát igazából egy tempóval csúszott le fehér, ha már el lenne hosszúra sáncolva, és megint ő lépne, akkor akkor nem lenne olyan egyszerű az állása a feketének. Most egy tempó érkezett, GUTF fötter, ugye kinyitotta a g-vonalat, de ebben nem annyira hiszek, mert GUTF föt után, ugye itt azt kell látni, hogy itt e, úgy tűnik, hogy fekete magára nyitja az állást, de minden tisztje gyakorlatilag ott van a királyszányon, és minden tisztje e, a fehér királyszányra néz. Tehát ilyenkor így szokták ugye, megnyitni ezt a szerkezetet, és aktív tisztjátékkal fekete nagyon jól lejátékozik. Világos nincs abban a helyzetben, hogy a sötét királyállás kinyitását kihasználja. Igen. Annál inkább sötét. Igen, nincs elég figurája ott. G-üti F-öt következett, amire ugye Huszár üti F-öt jött, erre futó üti F2, ugye királyüti F2, és nagyon bizonytalanná vált ennek a fehér királynak a helyzete, futó üti f nagyon jó lépés, elüti f következett, Ugye Huszár G7-tel hozza a lovát játékba, nagyon jó, és az f gyalogot támadja. Bástya H G1, ugye kötés hoz létre, király h 8 al ebből kimegy fekete, nagyon jó lépés. Huszár, H, Huszár E4-re, pedig ugye elfoglalja a centrumot, nem egy rossz lépés, de vezérhány csak az kifejezetten erőteljes, és hozza a fekete tiszteket játékba. Király E2 következett, amire ugye Huszárüti f jött, és Bástya A F1-re, ugye ami a kellemetlen, nem csak a király szárnyon jobban fekete, de a vezér is az A Bástya megérkezett C8-ra, és ugye elfoglalta a nyílt vonalat, és ott kifejezetten erőteljes Huszár D4 fenyeget, Bástya C2. Igen, tehát Bástya c 2 sakk, és a vezér nem üthet ide a C2-re kerülő Bástyát, mert arra Huszár D4 sakk se Igen. Úgyhogy itt Bástya g 4 ugye próbálkozott, aktív játékban fejed, de itt gyakorlatilag stratégiailag nyerve van már fekete. Vezérüti H3 jött, amire Huszár D2 következett, és erre Huszár G3 sakk, ugye minőségnyerés, bástyűti G3, vezérüti G3, huszár e 4 jel visszament, vezér G2, sak, bástya F2, helyen még lépett egy pár lépés, de ugye itt már objektíve teljesen nyerve van fekete. Vezér G6 következett, bástya H2, bástya C1, ugye vezér E3, bástya C2, sak, ugye huszár D2 egyetlen, vezér G3, bástya F2, vezér H4, ugye érkezik a vezérjátékba, vezér D3, bástya F-ről C8-ra, bástya G2, bástya 8-ról C3-ra, hatolt vezér E4, és vezér H1, írtó erős lépés, vezér G4-re pedig, a szép taktikai áldozattal a fehér királynak a helyzetére, bástya üti D2-vel rá játszott rá fekete, király D2, vezér C1 sakk, király E2, és bástya E3 sakk után feladta fehér, mert király F2-re ugye vezére egy mattal fejezné be a partit. Tehát egy kifejezetten jó, stratégiaileg jó parti volt. Fehér igazából lemaradt egy-két-három tempóval, és ez nagyon szépen használta ki. Feketében. Nem szabad annyira elő, előre rohanni a gyalogokkal, hogyha a tisztek nem vonulnak fel mellette. Én azt hiszem, hogy Laci tulajdonképpen a fejlődési hátrány miatt tudta megbüntetni sötétet. Hát igen, hiányzott Gilágos. az a D3 futtó. Tehát az nagyon hiányzott, azért nem annyira jó ez a, ez a, ez a, szer, ez a gyalog szerkezet így, mert, mert hogyha van D3 futó és nem tud fekete jó f lépni, akkor jól állna a fehér. Viszont az hiányzott, és itt jól tudott lépni f 5 tehát világosan Rubószki Tibor játszott, ugye a sportcentrum egyik nagyon e, fontos játékosa. Béres István ellen e, egy szép partit játszott. D4-gel kezdett, <coughs> amire Huszár F6 következett, C4, G6, Huszár C3, futó G7, E4, D6 vére. Ismételten ugye Király Indiai szerkezet jött, amire H3, ugye egy kifejezetten jó lépés, Huszár BD7 egy, egy, elég veszélyes változat ez, amúgy, Huszár F3 a legjobb lépés erre, amire E5 következett, és D5-re ugye elsáncolt fekete. Picit annyi ugye, az előző partihoz képest az a különbség, hogy G7-en áll a fekete futó, ott pedig ugye E7-en állt ami feketének volt jobb, és ugye a tempót is nyert. Tehát sötét elsáncolt, erre következett futó D3, amire A5 jött, és futó G5-tel kifejlesztette ezt a futót. Világos, H6, futó E3, és ugye huszár C5-re, pedig futó C2. Erről beszéltem, ugye ez egy fontos futó, hogy az F5 ellen, hogyha G4-et lép világos, akkor ugye nagyon jó támadó és nagyon jól ellensúlyozza az f5 ellenjátékát feketének világos c2 futója. Huszár Mi? h5 következett, amire ugye vezér d2 jött, megtámadtuk a h6 gyalogot, huszár f4, ugye ezt most be lehetne áldozni, ugye futó f4, F, vezér f4, de akkor kinyílne a g7 futó, és nagyon erős játékot kapna. Fekete, ugye ezért pássa h2, egy nagyon furcsa lépés, ugye, de nem is oda akar már sáncolni világos, hanem hosszúra akar sáncolni, és G3-mal visszazavarni ezt a fekete huszárt majd. Tehát ez nagyon-nagyon érdekes, de egy nagyon kreatív és nagyon jó lépés. Annan tudom, hogy én is játszom ezt a rendszert, és annon még a, a Tibor azt mondta, hogy megtetszett nekem egy pár partim, amit én játszottam, ahogy nyertem, és akkor azért kezdte el, de én nagyon sok partiban láttam már tipcsit nyerni ezekben a szerkezetekben, úgyhogy jól jó nyitás sikerült kitalálnia. f ugye elindult fekete, és egy szép taktikai motívum, huszárüti e ugye azonnal a gyalogot nyert fehér. Ez egy nagyon-nagyon szép lépés volt. Ugye futőüti e egyetlen, futóüti F4 következett. Tehát ugye, ha gyaloggal ütött volna vissza, akkor a c 5 álló lóval üti le Tibi. Ló volna ugye védtelenül. Futőüti F4, vezérüti F4, Kapott egy kis ellenjátékot fekete, de szépen kivédekezte világosan a játékosunk. G5 következett, amire vezér D2, és vezér F6 jött. Ugye F3-mal az E4 centrum mezőt ugye bevédtük, A4 következett, és jöhetett hosszú sánc, tehát királyunk biztonságba került, A3 jött, és erre egy nagyon-nagyon szép vezér D4 következett, cseréljünk vezért, ugye anyagi előnyben vagyunk, cseréljünk minél többet. Vezér e 7 jött, amire B3 következett, és huszár A6-ra, pedig ugye h 4 jel kicsit belekötöttünk a fekete állásába, ugye kicsit megcsiklandozzuk azt a G8 királynak a annak a G8 királynak a helyzetét. Huszár B4 következett, amire h 5 G5 jött, vezérüti G5. Király B1 is jó lépés lett volna, úgy gondolom, vezér d 2 ugye megint a vezér cserére játszott rá fehér, amire ugye F4 jött, a futó b 1 ugye még mindig nem adja ezt a futót, fehér bástya F6 következett, amire bástya DH1, ugye a félig nyílt H vonalra helyezte ezt a bástyát. Fehér, futó D7 következett. Itt amúgy úgy gondolom, hogy G4 is egy elég erőteljes lépés lett volna, mert nem lehet ampasszannal ünti, mert leütöm a G5-öt, bástya H8 következne. Úgyhogy most kicsit visszaugrottunk a parti elejére, úgyhogy remélhetőleg visszaérkeztünk, igen az álláshoz, ugye futó d 7 ugye Bástya h 5 se volt rossz lépés, én G4-et léptem volna, és gyakorlatilag g vonalon nem lett volna semmilyen játék a feketének. Huszár E2 következett, amire C5, ugye megvédte a B4 lovat, D üti c 6 ugye megnyitotta Huszár üti C6, és Huszár D4-jel ugye centralizáltuk a lovunkat, Bástya G6-ra pedig következhetett Huszár üti C6, a Bástyüti G2-re, ugye most úgy tűnik, hogy szép támadást kapott volna, de vezér D4 gyakorlatilag mindent kivéd. Ugye véd, mint egy svéd, ahogy szokták mondani a sakkozók. Vezér D4 után következett C6, vezér üti C6, vezérüti G7, ugye királyüti G7, Bástyüti H6-a gyakorlatilag egy teljesen nyert végjátékba kerülve keveredett világos, Bástya G8 következett bástya üti D6, király F7, ugye bástya D2, ugye bástya G3 következett, bástya f 1 ezt megvédte, bástya H8 következett, mire futó D3, ugye feljavítja a futót, bástya H-ról H3-ra, és innentől kezdve gyakorlatilag gyorsan bástya DF2 jött, még király E6, király C2, király D6, király C3, ugye bástya H8, bástya D1, ugye felfedés fenyeget, bástya G5, B4 következett, ugye király C7, B5, futó D7, király B4, ugye az újabb gyengeséget megtámadta, bástya A8, futó C2, B6, bástya H2-vel ugye nyílt vonal, bástya G7, Bástya H4, Bástya F7, Bástya D3, Bástya G8, és ugye a következő gyalog Bástya üti A3, ugye már három gyalog erőnyt eredményez, Bástya F6, Bástya H7, Király D6, vagy Király D8, Bástya D3 után pedig elege lett a küzdelemből, még a D7 futóját is elvesztette fekete. De hát kifejezetten hát már teljesen vége volt. Kifejezetten, hát igen, a vége az már csak ugye azért is ilyen gyorsan néztük, mert ott Ugye azt is szoktuk mondani, hogy szórakoztató jelleget öltött ugye a partinak ez a szakasza. E, igazából egy nagyon jó, e, egységes, fantasztikus partit láthattunk. Én úgy gondolom, hogy huszárülti előtt taktikával, stratégiával megfűszerezve tehát esélye nem volt feketének ebben a játszmában. Onnantól kezdve, hogy gyalog előnyös volt a, a végjáték. Igaz, hogy Tibinek a gyalogjai a futószínén rögzültek, de az csak időkérdése volt, hogy mikor építi feljebb az állását, és igen. nyeri továbbra a gyalogokat. Tehát onnantól kezdve már ö, sötét inkább csak a partit húzta, hogy minél nagyobb legyen a lépésszám, hogy annál komolyabbnak tűnjön az ellenállása. Igen. Igen, igen. A parti és a műsoridó végéhez érkeztünk, köszönjük a figyelmüket, remélem jól szórakoztak és sokat tanultak a bemutatott partikból. Tisztelt nézőink, viszontlátásra! Viszontlátásra!